pont kitakarom, pedig milyen szépen kidekoráltam, erre pont kitakarja a fejem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy klasszikus gyerekkönyv ajánló lesz. Ugyanis én 3 éve körülbelül, 4, megkaptam a Roald Dahlnak a Matilda című könyvét. Egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép ez egy pingvin kiadás, egy Puffin Children's Classics, azt hiszem ez a sorozat neve. Szóval ilyen nagyon szép kiadásban megkaptam Roald Dahlnak a könyvét. És ez egy sorozat, ugye, ilyen különböző klasszikus gyerekkönyveket adnak ki. Ilyen nagyon szép ilyen ruhaborításnak hívják talán, hogy ilyen... Én egy ilyen nem sima, kemény táblás, hanem ilyen nagyon kis szép, meg külön, nem konkrétan olyan anyagból, amiből szokták csinálni. Nem tudom, clothboundnak van, azt hiszem írva. Szóval én akkor elkezdtem ezeket a klasszikus gyerekkönyveket gyűjteni, mert szeretek gyerekkönyveket olvasni. És akkor gondoltam, hogy legalább így klasszikusokat is olvasok, gyerekkönyveket is, és meg lesz ez a nagyon-nagyon szép sorozat. Jelen pillanatban 12 van meg, és 20-valahány kötetes eddig talán a sorozat, úgyhogy kb. A fele megvan. És 11 könyvet olvastam el, ugyanis a Kincsesszigetet tegnap fejeztem be, ahogy ezt a videót fölveszem, de azt most ebben a videóban nem veszem bele, mert most 10 gyerekkönyvről szeretnék beszélni. És csak mutatom egyben a szép kis szivárványt. Igen, nem tökéletes, mert még sárgám nincsen. Igen, a sárga még hiányzik, de igen, szépen lassan gyűlik azért a kupacom. És nagyon szépek, majd lehet látni, ahogy mutogatom. Kicsit könnyen sérülnek az velük mondjuk a baj, hogy látszódik, hogy hát nem tudom, a sarkak itt meg kopnak. Úgyhogy azzal óvatosan kell bánni. Na! Akkor nézzük ezt a 10 klasszikus gyerekkönyvet, amit eddig elolvastam. Most így fejjel lefele sorban fogok menni, ahogyan nálam a polcon vannak. Igazából ilyen meghatározott sorrendjük nincs, hogy 1-es, 2-es, 3-as kötet. Ahogy nekem a szivárványom kicsit kijött. Na, első a sorban a Fekete Szépség. Ez egy olyan kötet szerintem, amit így, vagy hát sztori, amit a lobbolondok azért ismernek. Na most, ezek, ahogy olvastam ezeket a klasszikus gyerekkönyveket, rá kellett jönnöm, hogy nagyon brutálisak. Tehát amelyik ilyen régebbi gyerekkönyv, olyan dolgok vannak benne, hogy én azt ilyen felnőttebb könyvekben így nehezen szoktam viselni. Tehát például a Fekete Szépségben olyan brutális állatkínzások mennek néha, hogy nagyon rosszul tudja magát érezni az ember. Jó, mondjuk abból a szempontból oké, hogy a gyerekkönyv tanítani akar, amit a gyerekeknek tanulság, ne kínozd az állataidat. Na igen, szóval a Fekete Szépség története ugye, ő egy ilyen 18. századi könyv. Néha belekavarodok, hogy 19. bocsánat. 1800-as évek, az már 19. század. Szóval egy lovat követünk végig, igazából a ló maga a narrátorunk is, és Fekete Szépség meséli el az életét úgy csikókortól felnőtt korig, és hogy milyen megpróbáltatásokon megy végig. És nagyon sok állatkínzás is van a dologban, mert a 19. században olyan szereléseket szerettek feladni a lovakra, meg olyan dolgokat szerettek csinálni, hogy hát igen, nem éppen tisztelték az állatokat. Na mindegy, és ez én a Fekete Szépség sztorit mindig is szerettem, csak hát sajnáltam benne dolgokat, meg az állatokat. És még talán ebben nem is ment olyan brutális állatkínzás, mint majd egy későbbi kötetben. Szóval igen, én néha ezt nem értem, hogy gyerekkönyv, de nagyon durva dolgok tudnak bennük, jaj, meglöktem a kamerát, lenni. De lobbolondoknak egyébként szerintem kötelező olvasmány kb. Jó, most ugye nekem ezek angolul vannak meg, és azért a régebbi angol nyelvezet azt nehezen lehet olvasni, de mivel klasszikusok le vannak fordítva magyarra is. Kirogattam a címeket, de nem hoztam ide egyébként a telefonomat. Második kötet, nagyon ismert szintén, Charles Dickensnek a Karácsonyi éneke. Mr. Scrooge utálja a karácsonyt, és 3 szellem látogatja meg karácsony éjjelén, hogy más irányba próbálják meg terelni az életét. Ez is egy kicsit horrorkönyv, bár könyvben nem is annyira, de a 3. szellem az azért durva rész, hanem van egy olyan filmverziója, ami ilyen félig ilyen CGI animált, nem tudom, hogy van pontosan.
Na, az ijesztő. 19 évesen is még félek attól a filmtől. De ez egy nagyon jó kis karácsonyi klasszikus, most ugyan nincs karácsony, de ha valaki karácsonyi könyvhöz éreznek kedvet, hajrá! Következő, erre sokat beszéltem, de ez is ebbe a sorozatba tartozik, ez az N otthonra talál Ellen Montgomery-től. Ugye mivel ez egy ilyen... ugye... ez a Penguin, vagy ez a Puffin Classics, ez egy sorozat, de a klasszikus gyerekkönyveknek, amelyikek sorozatok, csak az első része van benne. Ez is egy első kötet, és a többi kötete nem fog ebben megjelenni. Úgyhogy ha el akarom őket olvasni, akkor másik kiadás után kell néznem. De attól függetlenül jó, hogy ez megvan, mert szép. Mondjuk elég pink, és elég vastag a többihez képest. Ez egy árva történetét mutatja be Ennét, aki egy ilyen... hát most valaki azt mondaná rá, hogy ilyen nagyon elvarázsolt, vagy nem is tudom milyen. Mondjuk azt, hogy egy nagyon különleges kislány, mert nagyon élénk fantáziája van, és nagyon szépnek látja a világot, és a könyvet sokszor ajánlottam, van is belőle Netflixes sorozat, szóval ez... és ebben, az, ebben nincsenek brutális állatkínzások. Ez végre egy olyan gyerekkönyv, ami nem olyan, hogy ijesztő pontonként, ez egy nagyon jó kis, jó érzést kelt benned. Nem tudom pontosan ezt a kifejezést, hogy mondjuk magyarul, de ez egy... Ezt a könyvet jó érzés olvasni. És nagyon aranyos az történet. És hogyha olvasnám tovább, még jobb lenne, mert a ship benne is nagyon jó. Következő, Kisasszonyok. Ez most nagyon megy mindenhol az új filmadaptáció miatt, szintén csak az első kötet, szóval a film tovább megy, meg több mindent bemutat, szóval én le is vagyok így maradt, tehát hogy nem tudom úgy a sztorit, úgyhogy hiába olvastam el a Kisasszonyokat, nem tudom a filmnek a bemutatott teljes részét, mert azt hiszem 4 kötet van a Kisasszonyokból, és ez csak az egy. És van olyan kiadás, ami mind a 4-et egybe foglalja, de ez csak az első. Ez is egy ilyen... ez a más családnak az életét mutatja be így egy részét, ugye ez az első kötet, amíg az apjuk az a háborúban van, és ilyen napról napra mutogatja be a családnak az életét, és hogy milyen különböző nem tanácsok, meg nem tapasztalatok, ilyen, hát ilyen, de ilyen különböző tanításokat lehet ezeken keresztül megtudni, csak így bele vannak pújtatva ilyen nem ilyen konkrétan az arcodba tolja a tanácsot, hanem ilyen bizonyos helyzetekbe van belebújtatva. Úgyhogy nagyon jó könyv, ilyen kosztümös könyvek közül, ugye én inkább Jane Austent olvastam, és ahhoz képest ez, meg ugye ez a kettő, ez kb. Valahogy egy idősík. Nem egy, de mindegy. De igen, ugye igazából szeretném tovább olvasni majd a sorozatot, még úgyis, hogy tudom, hogy mik fognak történni, de jó lenne azért egyben elolvasni. Következő. Pán Péter. Na most, ugye Disney átalakítja magának a filmeket, amiket úgy akar, hogy így eladhatóbbak legyenek. Na most a Pán Péterben én kifejezetten utáltam Pán Pétert. Van egy szó, amivel élnék, hogy hogyan jellemezném, de nem fogom kimondani, mert gyerekkönyv. Na mindegy, kicsit lehangoló a vége, amikor... nem spoilerezek, a vége kicsit lehangoló a könyvnek így... hú, ezt most hogy mondjam? Ami az elveszett fiúkkal fog történni, tehát ott a végén, amikor mondják, hogy utána további életükben nekik mi volt, az ott elég lehangoló. De ugye Pán Péter talán így pontosabban a központi szereplő. Érdekes volt elolvasni ugye a könyvet, hogy ne a Disney-s kicsinosított változatát ismerjem, szóval most már igazából Pán Pétert egyáltalán nem bírom. A Disney filmben sem bírtam annyira, de ez után a könyv után... nagyon nem. Ja, a Pán Péter, elmennek soha országba, ami jónak hangzik, de aztán ez az egész könyvben így a poén szerintem, hogy ott van soha ország, hogy úristen, nem öregedünk, örökre gyerekek vagyunk, és ott a való élet, és ugye így átvágynak egyik világból a másikba, de mégsem. Tehát, hogy amikor így megismerik az egyik világot, akkor így jó ez, de azért egy ponton szeretnének visszamenni a másikba, de aztán meg a másikba, hogy hát azért csak jó lenne ott, szóval ez ilyen semmi nem jó alapod is lehet nézni. Főleg ott a vége felé. Nem akarok konkrétan belemenni így a részleteibe a sztorinak, de tanulságos volt elolvasni. Ezekben a gyerekkönyvekben az a jó, hogy igazából mindegyikben van valami tanulság, amit levonhat magának az ember. Még akkor is, ha nem tetszett annyira, mert erre vannak kiélezve. Na, amiről az elején beszéltem, a Matilda. Ennek a filmváltozata a Matilda, a kiskorú boszorkány, ha valaki úgy ismerné. És igen, sokszor megkaptam ezt a nevezést.
Matilda egy nagyon intelligens, okos kislány, és nagyon szeret olvasni. És mikor elmegy iskolába, akkor ez egyből kiderül, hogy hát nagyon penge, főleg matekból, tehát akkor a számokat tud összeszorozni fejben, amekkorát így tényleg csak egy zseni tud. És igazából így, hogy nem tudja a... így, hogy benne van ez a tudás, és ott megreked benne, kifejlődik egy különleges képessége, és képes mozgatni tárgyakat az elméjével, és igazából a könyvben meg kell küzdeni a fő gonosszal, aki az iskola igazgatója. Számomra az volt a poén ebben a könyvben, hogy én így valamennyire tudatában voltam, hogy ez alapján kaptam a nevemet, és csak azután jöttem rá, hogy mennyire is illik rám, ugye olyan szempontból, hogy Roald Dahl karaktere is imád olvasni, és most már én is, mert ugye én sokáig nem szerettem olvasni, aztán megszerettem, viszont nem vagyok penge matekból, úgyhogy sajnos. És nincsenek rejtett telekinézis képességeim sem, sajnos, pedig lehetnének. Következő, na, ebben brutálabb állatkínzás van, ez a vadon hívó szava, vagy a vadon szava, igen, a könyv magyar címe. Hát ez ilyen alaszkai aranyláz, a főszereplőnk egy kutya, meg a narrátorunk is, és arról szól, hogy őt elrabolják, és elviszik Alaszkába szánhúzó kutyának, hogy ott akkor nagyon megy ez az aranyásás, aranykeresés, és az kellenek a kutyák. Hát ott fönn Alaszkában a Buck, a szereplőnk, a főszereplőnk, narrátorunk, nézem a hátulját, de ezeknek nincs a hátulján fülszöveg, ott úgy megtalálja magát, és ő ott hallja a vadon szavát. Most konkrétan igen, erről lenne szó. Egyébként egy aranyos kis történet, meg nem is egy olyan hű, de nagyon hosszú, de az elején, mikor a kutyát elviszik, és próbálják beidomítani, hogy na akkor, haver, téged elviszünk éjszakra, ott vannak azért durva dolgok. Úgyhogy a filmre kíváncsi leszek, az majd vagy most jön ki, vagy már kijött nemrég, úgyhogy majd azt meg kell néznem. Következő, ezt a könyvet nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és ez legalább nem brutális állatkínzós. Malac a pálcban. Birből a kis malacunk nem akar vacsora lenni, és ezért összefog Charlotte-tal a pókkal, és őt különlegesé teszik azzal, hogy Charlotte szavakat sző a hálójába. Körülbelül ez a sztori, meg igazából Virből és Charlotte barátsága, és irtózatosan aranyos, van belőle film is, ezt nagyon tudom ajánlani bárkinek tényleg. És sírós egyébként, nagyon megható. Utolsó előtti könyvünk, a Dzsungel könyve. Na most erre szintén azt tudom mondani, hogy hát ott a Disney-s verzió, amúgy annyira nem vagyok nagy dzsungelkönyve fan, inkább a musicalt szeretem belőle, de azt már láttam, hogy háromszor is, azt nagyon szeretem. Könyvben a dzsungelkönyve engem meglepett, mert igazából kb. A könyv fele az, ami ténylegesen a Mauglis történet rész, ami úgy elmegy magában kb. Amit így ismer az ember. Na de utána van benne ilyen 6-7 fejezet, nem is tudom pontosan mennyi, ami ilyen random állatoknak ilyen random rövid történetei, és az úgy nem tudom, érdekes volt benne. Nem volt egy alapvetően rossz könyv, talán 3 csillagot adtam neki, csak nem teljesen értettem. Nem volt különösebb összefüggés a sztorik között. Azok is ilyen kilógó, tanulságos történetek próbáltak lenni egyébként. De ja, nem vagyok túl nagy dzsungelkönyve fan ettől függetlenül. Ugye ezeknek a nagy része egyébként ilyen régebbi nyelvezettel íródott, szóval angolban én azért kicsit tudok vele küszködni, nem tudom, hogy a fordítások milyenek egyébként belőlük. De azokat nyilván nem olvastam, ha ezek megvannak. Na de az utolsó könyv a sorban, a 10., a Robin Hood. Ez ugye Robin Hood legendáját és történeteit, elméletileg az eredeti, azokat foglalja össze. Ez már 20. századi könyv. Ez is azért elég vastag, meg én azt hiszem 2 részletben olvastam, mert volt egy pont, amikor nem nagyon olvastam belőle. De hát igen, Robin Hood története, ugye a kezdetektől hogyan lesz belőle Robin Hood, a tolvajoknak ugye a tolvajó fejedelme, vagy hogy szokták mondani. A számüzetés ilyenek, ezekről szól így nagyjából kb. Ezt nem tudom jobban részletezni. Konkrét, hogyha valaki jobban meg akarja ismerni Robin Hoodnak a konkrét történetét, a rendeset, akkor ezt tudom ajánlani, ezt a kötetet. Mondjuk ez szerintem nem annyira gyerekkönyv egyébként. Oké, hogy benne vannak ugyanúgy ez a tanítás része a dolognak, de ez, jó, mondjuk a kaland része lehet jobban leköt egy gyereket, de szerintem ez jobban olyan sztori, amit idősebb fejjel jobb olvasni. Szerintem ez inkább ilyen
gyermetek lelkű felnőtteknek való, akik így szeretnék megtudni Robin Hood történetét. Nem tudom, az én véleményem szerint ez nem annyira egy ilyen klassz, nem klasszik, de egy ilyen tipikus gyerekkönyv stílus. Néha jó ezeket olvasni, mert nem tudom. Azért mégiscsak gyerekkönyvek, és olyan jó szokott lenni a gyerekkönyvek vége, meg olyan kis jó érzésüket olvasni. Ez lett volna az első adag ezekből a, jaj, Puffin Children's Classic könyvekből, majd hogyha kijön a következő 10, akkor hozom a második részt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!